senki se kéri. Sem érti játszmét, ha senki sem érti, hogy minek is játszol még. Zorán dalát Tábori Emese tolmácsolta a kiállítás megnyitóra összegyűlt érdeklődőknek. Nőnap alkalmából Márkus Zalán igazgató virággal köszöntötte a hölgyeket. Az itt kiállító hölgyeken, a hivatásukon, hobbiukon, a csodálatos fotójukon keresztül megmutathatjuk magunkat, mi nők, formáinkat, fényeinket, színeinket, a végtelenségünket. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Sziklai Marian, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT gazdasági igazgatója a nőnapi fotókiállítást. Csahóci Margit, Elekné Csollány Éva, Juhász Luca, Nagy Zsuzsa, Szabó Sára, Szép Zsóka és Takács Éva. 7 hölgy, akiket a fotózás szeretete köt össze. A tárlat létrehozásának ötletgazdája Kudorné Szanyi Katalin volt, aki a Paksi Polgármesteri Hivatalban csodálkozott rá először Elekné Csollány Éva képeire. Teljesen magával ragadott az a pillanat, amikor a napfény rásütött a képeire, hogy elementáris élményt váltott ki belőlem, hogy gyönyörűségesek. És innen származott az ötlet, hogy ő fotózott. A másik impulzust Dunaföldváron kaptam, amikor 5 paksi alkotó a Dunaföldvári várban kiállított. Az egyik alkotó személyes ismerősöm Takács Éva, aki a festményei helyett fotóit állította ki, és olyan gyönyörűségesek voltak azok a képek is, hogy teljesen átszelleműve tekintettük rá, hogy ez egy igazi alkotás. Úgy gondoltuk akkor, ezt tovább gondolva jött az ötlet, hogy Pakson is be kellene mutatni ezeket az embereket, hogy milyen nagyszerű munkákat készítenek. Így született meg a nőnapi tárlat gondolata. A kiállítók között van, akinek hivatása a fotózás, mely egyben a hobbija is, mint például Csahóci Margitnak, akinek a neve már fogalom a városban. Minden téma közel áll a szívéhez, legyen az portré, természet, színes vagy fekete-fehér. Juhász Luca kicsi kora óta rajong a fotózásért. 14 évesen döntötte el, hogy ezzel szeretne foglalkozni. Jelenleg az Atomenergetikai Múzeum munkatársa és rendezvényeken, illetve az Atomerőmű magazinnak fotóz. Autodidakta kezdtem el, de középiskola után elmentem egy 2 éves oktatás képzésre Pécsre, a Simonyi Károly iskolába, és ott tanítottak meg a technikai alapokra. Mindig is valahogy máshogy néztem a világot magam körül, mint sokan mások, úgyhogy úgy mindig bennem volt a képalkotásnak a vágya, hogy megmutassam, hogy én hogy látom magam körülöttem lévő dolgokat. 4 kedvenc képemet, pontosabban végül is 6-ot, mert 2-re még rábeszéltek a többi művészhölgy, hogy még azokat is rakjam ki. Hát ezek azok a képek, amik úgy körülírnak engem. A látásmódomat, meg azt, hogy a világban én járok és nézek, és hát még a pici babám születése előtt, főleg utazás közben fotóztam. 2 ezek közül Máltán készült, a másik 2 meg Brüsszelben készült egy munkahelyi projekt keretében. És van a 2 kisebb még, azok pedig Izlandon készültek Reykjavikban, ott pedig egyedül voltam egy túrán. Körbe stoppoltam a szigetet, és azok voltak talán az utolsó képek, amiket hazaindulásom előtt készítettem. Mindig más tetszik. Szerettem a portréfotózást is, szerettem a természetfotózást is, de azért nem tudok konkrétat mondani, mert hogyha valamit látok, és abban egy pici művészet vagy kreativitás is van, azt lefotózom. Úgy, ahogy én látom abban a kreativitást. Elekné Csollány Éva több mint 16 éve a fotózás rabja, szakmája építész, mely tükröződik is alkotásain. Ez az első kiállítása. 2006 óta fotózom. A férjem sportoló volt, és sokat utaztunk ennek kapcsán, és számtalan szemnél szebb helyen megfordultunk, és ezt próbáltam először megörökíteni, és később egy kicsit szakosodtam az én témáim felé.
mint a háttérben láthatók, itt az építész hivatásomból adódóan jellemzőek a képeimre. Kedvenc témáim az épületfotók, hivatásomból adódóan. Ide 9 képet hoztam különböző helyszínekről. Most jellemzően színes képekkel jelentem meg ezen a kiállításon, amúgy nagyon szeretem a monokrom képeket is. A fotózás egyrészt kikapcsolódás számomra, másrészt kicsit a kreativitásomat meg tudom mutatni benne. Sok-sok élményt összegyűjtök, és próbálom mások számára is élvezhetővé tenni a képek által. Jellemzően mindenhol, amerre megfordulok, nagyon sokat utazunk, a családdal túrázunk, és városnéző utakra is szívesen megyünk, és ezek a képek tükrözik ezeket az utakat. A tárlat március 31-éig tekinthető meg Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében.